Adomány. 33 kerékpárt adott át kárpátaljai rászoruló családoknak a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat Beregsurányban. Biztonságos közlekedés. Belterületi kerékpárút épül Kállósemjénben. A település a TOP programból mintegy 356 millió forintot nyert el a beruházásra. Összemérték tudásukat, pincetüzet oltottak és gázolásban sérültet mentettek a tűzoltók Nyíregyháza kőlaposon. Ma tartották a megyei szakmai tűzoltó versenyt. 33 kerékpárt adott át adományként kárpátaljai rászoruló családoknak a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat Beregsurányban. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A használt, de jó állapotban lévő karbantartott kerékpárokat egy németországi egyesület gyűjtötte össze, és a máltaiak segítségével jutott el a családokhoz, akik a bicikliket a napi közlekedéshez használják majd. Izgatottan várták a kárpátaljai településekről érkezett gyerekek és felnőttek a kerékpárok kiosztását a beregsurányi polgármesteri hivatal parkjában. A rövid eligazítás után szinte rögtön birtokba vették a kerékpárokat, a bátrabbak már ki is próbálták a felújított kétkerekűeket. A Gúton élő, három gyermeket nevelő Judit szerint nagy segítség a kerékpár, mert a családja nem engedheti meg magának egy új bicikli vásárlását. Három gyerek mellett nem tudunk anyagi helyzet miatt, nem tudunk nekik bicajtani, meg magamnak se, és ez nagyon-nagyon jól esik nekünk, hogy kaphatunk egy ilyen bicajt. Van a családban kerékpár egyébként, vagy volt? Van egy kis rossz, egy kis régi, nagyon-nagyon-nagyon rozsdás, és a gyerekek azon bicikliznek, meg én se tudok még elmenni a harmadik gyerekünkkel ilyen biciklitúrára, úgyhogy ez most jól jönne. A kerékpár akció ötlete a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálattól és a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületétől eredt. A kétkerekűek pedig egy német férfi és felesége segítségével jutott el Magyarországra. A használt, de jó állapotú kerékpárokat az egyik kerékpárszerviz segítségével újították fel, ellenőrizték például a fékeket és a gumikat, és lámpákat szereltek fel rájuk. A szeretett szolgálatnak nem ez volt az első ilyen kezdeményezése. Rendszeresen segítjük a Kárpátalján élőket, az egész Kárpátaljára kell gondolni, tehát Rahótól Ungvárig, nem csak itt a határ közelében élő családokat, és hát a személyes kapcsolatok segítenek abban, hogy az ember a szükséget meglássa. A Kárpátalján a kerékpár nem sporteszköz. Ez egy közlekedési eszköz. Gyerekek ezzel járnak iskolába, ha van bicikliük. Nagyon sok olyan falu van, ami nagyon hosszú falu, tehát aki a falu végén lakik, annak bizony sokat kell gyalogolni, és hát ezt télen is meg kell csinálni, meg hogyha szakad az eső, akkor is. Megpróbáltunk német partnereken keresztül olyan kerékpárokat szerezni, amelyek viszonylag jó állapotban vannak. Ezeket elhoztuk Magyarországra, és itt Fehérgyarmaton egy vállalkozó még megjavította, amit kellett. Kereszttartozékokat felszereltük, tehát hogy világítás legyen rajta, és fékek jól működjenek, szóval biztonságos és használható ajándékokat adtunk át most a gyerekeknek. A bicikliket a Szent Erzsébet Humanitárius Segítségnyújtás Magyarországnak elnevezésű szervezet gyűjtötte össze egy akció keretében Németországban. Az egyesületet vezető Klaus Höhn és felesége rendszeresen gyűjtenek adományokat a magyar rászorulóknak. A korábbi akcióink egyike volt egy Németországban feleslegessé vált nagyüzemi konyha leszerelése és Magyarországra szállítása. A mostani adományátadás szívet melengető érzés volt számomra, de ezen kívül több mint 10 alkalommal küldtünk segélyszállítmányokat, amelyeket részben a máltaiakkal, részben pedig a Caritással együttműködve osztottunk szét a rászorulók között. Az eseményre kerékpártúrát szervezett a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete, amely tavaly már részt vett egy hasonló akcióban. A Magyar-Máltai Szeretett Szolgálattal hosszú kapcsolatunk van már, és többször kerestek meg, és különböző módon támogattak minket. Ez a mai alkalom, kerékpárügyben ez már a második, tavaly is volt egy ilyen akció, akkor 11-12 kerékpárt tudtak hozni, és idén hál' Istennek már 33-at, reméljük, hogy ha látják azt az adakozó, hogy jó helyre kerül, hogy hasznos, hogy az emberek örülnek neki, és szükségük van rá. Reméljük, hogy jövőre ugyanitt találkozunk, és ha lehet, akkor még több család örvendezhet a megkapott kerékpárnak. Az átadásra érkezett gyerekek és felnőttek új bicikliükkel egyénileg indultak haza a beregsurányi határállomáson keresztül.
Belterületi kerékpárút épül Kállóseményben. A település a TOP programból mintegy 356 millió forintot nyert el a beruházásra. Kállósemjén főutcáján a Kossuth úton épül meg a mintegy 2,6 kilométeres szakasz, ami csatlakozik és bekapcsolódik a Nagykálló Kállósemjén Mária Pócs Nyírbátor kerékpárút hálózatba. Még a nagy melegben is vannak, akik kerékpára pattannak és megteszik a Nagykálló-Kállósemjén közötti utat. Az előző években kiszélesedett a megyében a településeket összekötő kerékpárút hálózat. Itt különösen fontos, hiszen Mária Pócs irányába a Mária Zarándokút turisztikai szakasz is. A jelenlegi uniós forrásokból az úgynevezett fenntartható települési közlekedés fejlesztési területen pályázhattak az önkormányzatok kerékpárutakra. A település belterületén is meg fog valósulni a kerékpárút. Mindösszességében majd 2,6 kilométer lesz szakaszon fog megvalósulni, egységes kerékpárút és járda, valamint nagy örömünkre szolgál az, hogy 2 darab gyalogátkelő helyet is tudunk ennek a keretein belül biztosítani. A pályázatunk tekintetében azt tudom elmondani, több mint 355 millió forintból fog megvalósulni ez a beruházás. Egy széleskörű lakossági egyeztetést kezdeményezünk a közeljövőben, hogy a lehető legoptimálisabb nyomvonalat tudjuk kialakítani a település belterületén, ami a helybelieknek, hogyha mondom azt, hogy a Kossuth utca, a távolabbiaknak pedig azt mondom, hogy a Nyíregyházát Nyírbátorral összekötő főútról van szó, akkor ez mindenkinek szerintem nyilvánvaló lesz. Kállósemjénben sokan kerékpároznak, most még a forgalmas közút szélén, de a bicikli út biztonságot nyújt majd, ha megépül. Mi nagyon sokat járunk ugye biciklivel, és nekünk ez biztonságot nyújt a biciklizéshez, tehát hogy bicikli út legyen, hogy tudjunk biciklizni. A kállósemjéni beruházás jövőre indulhat el. Az uniós támogatásból második körben 21,9 milliárd forint jut a fenntartható közlekedés feltételeinek javítására. Ebben olyan beruházásokra, utaképítésére, korszerűsítésére juthat forrás, ahol a településeken a belterületi környezetszennyezés, zajterhelés csökkentését is el lehet érni. A településeken a kerékpárutak létesítésénél fontos, hogy a már meglévő hálózatba bekapcsolódjanak. A kiépítettséggel pedig tovább növelhető az olcsó, környezetbarát kerékpáros forgalom. Folyamatosan csökken a közétkeztetésben résztvevő gyerekek és felnőttek száma Nyíregyházán, mondták el az MSZP nyíregyházi politikusai mai sajtótájékoztatójukon. Jeszenszky András szerint minőségi problémák vannak a közétkeztetéssel, ezért az iskolákban kevesebb diák, az intézményekben pedig kevesebb felnőtt kéri a szolgáltatást. Ezen változtatni kellene, mondták a szocialista képviselők. Nagy László arról beszélt, hogy a közösségi közlekedés szervezése, működtetése és a buszok állapotának karbantartása is, mint mondta, nehézkesebb, mióta regionális szintre szerveződött a Volán. Az elmúlt héten történt események tükrében, vagy esemény tükrében azt látjuk, hogy azon túl, hogy nagyon komoly szakmai problémák vannak, nagyon komoly forrás többletet igényel az EMKK a nyíregyházi szolgáltatás biztosításához. Megítélésünk szerint nagyon komoly műszaki hiányosságai is vannak a karbantartási részlegnek, a Volán részéről, hiszen az elmúlt héten nem egy 20-25 éves autóbusz, hanem egy, sajnos azt kell mondani, hogy egy egyházzal viszonylatában az egyik legfiatalabb autóbusszal történt az, ami történt, vagyis hogy kiégett. És azt gondoljuk, hogy ez alapvetően egyébként a műszaki felkészítésnek, illetve karbantartásnak a hiányossága. Pincetüzet oltottak és kerékpáros gázolásban sérültet mentettek a tűzoltók Nyíregyháza kőlaposon. Ma tartották a megyei szakmai tűzoltóversenyt. A legjobbak a 14. országos tűzoltóversenyen képviselhetik Szabolcs-Szatmár Bereg megyét. A komplex feladatsorokkal a csapat és egyéni teljesítményeket is mérték. Katasztrófa esetén időben cselekedni nagyon fontos, a mentési munkákat szakszerűen és gyorsan kell elvégezni. Fent a gépjárműn 1 darab sérült található, aki gerincsérült. Kerékpárost gázolt el a busz, a szimulációban a biciklis gyors és szakszerű ellátása, a buszon egy gerincsérült mentése volt a feladata a tűzoltó csapatnak. Négyen kell megfogni szemét. Úrítjuk itt nyúlját, itt a kezedet. Menteni innen kellett, tüzet oltani pedig itt ebben a pincében, de feladat volt magasban szerelés,
Rutinpályán vezetés és a legújabb megmérettetés ez a ketrec volt, ahol felszerelésben időre kellett átjutni a cellákon. A változatos és átfogó ügyességi feladatokban a legjobb csapatok időeredményeit és egyéni teljesítményeit is mérték. A mentési feladatoknál a gyorsaság fontos éles szituációkban sok múlik az időn. A katasztrófavédelem szakembereinek nyáron a tüzek és közúti balesetek mellett a szélsőséges időjárás is bőven ad munkát. Nyári időszakban leggyakrabban a viharkárok jelentenek ugye jelentős mennyiségű munkát, akár itt Nyíregyházán, de megy a más tájon is, ugye rengeteg csapadék hullott, vízeltávolítási feladatok egyszerre, nagyon sok helyszínen, nagyon nagy mennyiségben, ilyenkor az erőinket koncentrálni, vagy éppen megosztani kell, aztán ott vannak a fakidőlések, fajeltávolítások, és különböző akár tetőszerkezet problémák, kémény ledőlések, ezek jelentették az elmúlt időszak leggyakoribb beavatkozásait. Négy hivatásos, a Nyíregyházin kívül a Nyírbátori, a Mátészalkai és a megyei katasztrófavédelem csapata 6-6 fővel összesen 30-an vettek részt a versenyen, amely egy selejtező, mert idén Veszprém megyébe utazhatnak a győztesek a 14. országos megmérettetésre. Tiszai Nagy Menyhért református lelkész és festőművész posztumusz kiállítása nyílt Kisvárdán. A tárlatról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Újabb makikölyök született a Nyíregyházi állatparkban. Az apró kis manóra emlékeztető bébi 4 hónapnyi vemhesség után jött a világra, és egyelőre leginkább anyja hasán, majd ahogy növekszik, hátán lovagolva tölti mindennapjait. Szerződést hosszabbított, így 2 évig még biztosan a Nyíregyháza Blue Sharksban játszik Bús Iván. A 23 esztendős irányító a legutóbbi szezonban meccsenként közel 13 pontot és közel 7 gólpasszt átlagolt. Bús bekerült az Univerziádéra készülő válogatott keretbe, így augusztus végén Tajvanon képviselheti majd a magyar színeket. Tiszai Nagy Menyhért református lelkész és festőművész posztumusz kiállítása nyílt Kisvárdán. A polihisztor életének 68. évében, 2012-ben hunyt el. Tiszai Nagy Menyhért számtalan tárlatot rendezett Magyarországon és a Felvidéken egyaránt, több alkotóműhelynek tagja és alapítója volt. Festő, grafikus, irodalmár és református lelkész, igazi polihisztor volt Tiszai Nagy Menyhért. 1944-ben Zemplén Agárdon született, tanulmányait Király Helmetszen, Nagykaposon és Prágában végezte. Számtalan kiállítást rendezett Magyarországon és a Felvidéken egyaránt. Életének 68. évében hunyt el 2012-ben. Most posztumusz tárlat nyílt Kisvárdán, amelyet a megyei közgyűlés alelnöke nyitott meg. Baracsi Endre beszédében kiemelte, élete és munkássága iránytűként szolgálhat az utókor számára. Az egész életéből áradt, az maradt hátra a munkásságában is. Ő az egész életét nagyon hitelesen és nagyon bátran élte, és pontosan ezt látjuk akár a festményeiben, verseiben, prózáiban, vagy akár a református lelkészi munkájában is. Ő az egész életét kovászként élte, soha nem rejtette vék alá a problémákat, és mégis olyan kapcsolatokat tudott kialakítani, és olyan dolgokat tett le életében és élete halála után is az asztalra, amellyel mindig azt az egyetlen egy célt szolgált, hogy az emberek ügye felé fordulva segítsen, ahol csak tud. Tiszai Nagy Menyhért kisvárdai tárlatának a helyi Várszínház és Művészetek Háza ad otthont. A Béres József Egyesület és az első kisvárdai képzőművészeti műhely szervezésének köszönhető az igen gazdag tárlat. Tiszai Nagy Menyhért mindenünk által menyusként tisztelt református lelkipásztorral közel 2 évtizedet ismerkedtem meg. A TICE akkori alapító tagjaként Aranyosapátéba szervezett alkotótábort. Jó magam, az első kisvárdai képzőszeti műhelynek vagyok a titkára, és így szakmai kapcsolatba kerültem Menyussal, és azt követően ez a kapcsolat barátsággá alakult. Nagyon sokoldalú, óriási művésszel volt szerencsém megismerkedni, és életében is nagyon sokat találkoztunk, és jött az ötlet, hogy 5 éve, hogy elment tőlünk, és a Gabika ápolja az ő emlékét és a képeinek az őrzője Aranyosapátiba. A művész alapító tagja volt a Bodrog Közi és Ungvidéki Alkotók Szövetségének, valamint létrehozta regionális alkotóműhelyét Aranyosapátiban, amely a Kárpát-medencei magyar festő és képzőművészeinek adott otthont. A festészet mellett vers és prózaírással is foglalkozott. 2012-ben válogatott kötete is megjelent.
A kisvárdai tárlat összeállításában egykori élettársa, Géci Gabriella segített. Nagyon-nagyon sok oldalú volt. Vannak díszes ládák, amiket készített. Tehát ő neki mindig voltak ilyen elfoglaltságai, és akkor hónapokon át azt csinálta, hogy díszes ládák, plasztikák, mikor milyen kedve volt. Tehát neki vannak nagyon modern képei is. Ugye mindent nem tudunk egyszerre kirakni, de remélem, hogy majd a következő kiállítás. És hát megmondom őszintén, olyan szívem az nagyon-nagyon dobog. Nyilvánvaló érzelmi okok miatt. És nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy ennyien eljönnek ennyi év után is. Tiszai Nagymenyhértet Csarodán helyezték öröknyugalomra 2012-ben. A tárlat megnyitóján a település férfi kórusa és a kisvárdai dalárda is közreműködött. Újabb makikölyök született a Nyíregyházi állatparkban. Az apró kis Manóra emlékeztető bébi 4 hónapnyi vemhesség után jött a világra, és egyelőre leginkább anya hasán, majd ahogy növekszik, hátán lovagolva tölti mindennapjait. Bővült a létszám a Nyíregyházi állatpark Madagaszkár kifutójában. Gyűrűs farkú maki, vagy másik nevén Katta született. A csöpség kék szemmel látta meg a napvilágot, ám most már szivárvány hártyája, a felnőttekéhez hasonlóan ragyogó sárga színűvé vált. 5 hónapos koráig anya tejjel táplálkozik, de 2 hónapos korától már gyümölcsökből és zöldségekből is szemezget majd. A gyűrűs farkú makik szociális struktúrája egyedülálló az emlősök körében, hiszen az összes nőstény domináns a hímekkel szemben. Ráadásul a vezér nősténynek született most legutóbb kölyke, így ez az apróság még több kegyben részesülhet. A kattamamáknak igazán nagy szerencséje van, hiszen Dajka a DAC szövetségben élnek egymással, ami azt jelenti, hogy ha kicsit pihenésre vágynak, akkor átveszik egymástól a kölykeiket, tudnak mosakodni és enni, addig a másik anya figyel az ő gyermekükre is. A Madagaszkár című animációs filmből ismert állatok könnyen felismerhetőek hosszú, gyűrűs mintázatú farkukról, amelyet járás közben magasra emelnek. Madagaszkár déli és délnyugati részén fekvő erdőkben honosak, s a többi makihoz képest sokat tartózkodnak a talajon. Bár vadon élő létszámuk nem ismert, azonban mint Madagaszkár teljes élővilágát, élőhelyük elvesztése fenyegeti. Élőhelyük feldarabolódása miatt az egyes populációk elszigetelődnek egymástól, így genetikai állományuk erőteljesen lecsökkenhet, valamint nőhet a beltenyészet mértéke is. Emellett egyes területeken a vadászat is csökkenti állományukat, valamint gyakran fogják be őket, és tartják házi kedvencként. Szerződést hosszabbított, így 2 évig még biztosan a Nyíregyháza Blue Sharksban játszik Bús Iván. A 23 esztendős irányító a legutóbbi szezonban meccsenként közel 13 pontot és közel 7 gólpasszt átlagolt. Bús bekerült az Univerziádéra készülő válogatott keretbe, így augusztus végén Tajvanon képviselheti majd a magyar színeket. 4 év kitérő után 2 esztendővel ezelőtt tért vissza Nyíregyházára Bús Iván. Az irányító az elmúlt szezonban kulcsembere volt a kék cápáknak, amit az is bizonyít, hogy a játszott perceket tekintve 35 perccel a 3. helyen zárt az NB1B keleti csoportjában. A 6,81%-os gólpassz átlag az első helyet jelentette a vonatkozó kategóriában, de a közel 20-as értékindexel elért 15. és a közel 13 pontos átlaggal elért 22. helye miatt sem kell szégyenkeznie a 23 esztendős kosarasnak. Így érthető, hogy a klub vezetői szorgalmazták a szerződés hosszabbítást. Nem sokat hezitáltam, egyébként nagyon jól éreztem magam az idei szezonban, és ezt mondhatom, hogy karrierem egyik legjobb szezonján vagyok túl, nem feltétlenül teljesítményre gondolok, hanem nagyon jól éreztem magam, nagyon hamar összeállt a csapat, voltak félelmeim kicsit a szezon elején, hogy fogunk együtt működni, de tényleg a téli, meg tavaszi menetelésünkre, hogyha gondolok, egy szuper közösség kialakult, mind a pályán belül és kívül, és igazából április vége fele már pedzegette Ernő, hogy szeretne velem leülni, és beszéljünk a továbbiakról, és mindenre nyitott voltam, és hamar meg is egyeztünk. A csapat gyakorlatilag együtt marad, az amerikai Emani Gent és Fazekas csapat távozott, hazatért viszont a saját nevelési Cinger Zoltán. A 14 csapatos, keletről és nyugatról összevon mezőnyű NB1B rendkívül erős másodosztályú bajnokságnak ígérkezik.
Nagyon várom a jövő évi szezont. Szerintem egy nagyon kompetitív, erős bajnokság lesz. Cinger Zoli érkezésének kifejezetten örültem, nem csak mint játékos, nekem nagyon jó barátom, gyerekkorom óta utánpótlás válogatottokban is szerepeltem vele együtt, Pakson is csapattársak és lakótársak voltunk, úgyhogy szerintem nem lesz nehéz beilleszkedni ebbe a közegbe. Most annyiban kicsit változtatni kell majd a játékunkon, így, hogy a Zoli érkeztével valószínűleg nem a magas posztra fog érkezni légiós. Én, ugye Csabi távozott, a többi fiatalnak valamilyen szinten szintet kell lépni, gondolok itt Sitku Marcira, vagy Mokánszki Mátéra, esetleg Vaskó Gyurcira, és ugyanúgy a kemény munkát bele kell tenni, mint ahogy idén beletettük. Edzünk sokat, a csapat magja együtt maradt, ismerjük egymást, és bízom benne, hogy négy közé szeretnék bekerülni, onnantól pedig bármi lehet. A nyíregyházi együttes július 31-én kezdi el a felkészülést. Busz Iván azonban már július 24-én edzésbe áll, ugyanis meghívót kapott a tájváni univerziádira készülő válogatottba. Szinte semmiből jött a megkeresés, tehát semmi előzménye nem volt. Igazából a kocsiban ültem és kaptam egy telefonhívást az MKOS-től, hogy lenne kedvem, van-e tanulói jogviszonyom, illetve hogyha van, akkor lenne kedvem felkészüléssel tölteni a nyarat, és hogyha úgy van részt venni az univerziádén Tájvánban, hát nagyon megörültem a felkérésnek, egyből igent mondtam, már kaptam is a részletes programot, Debrecenben lesz edzőtábor, egy 2-3 hetes felkészülési időszak lesz, utána pedig, ha minden igaz, akkor utazok Tájvánba. Nagyon örülök neki, nagy megtiszteltetés, kicsit ez más, mint az 20-as EB volt, de nagyon várom, és remélem, hogy csak szeptemberben tudok bekapcsolódni az itteni munkába majd. Az univerziádi válogatott szakvezetője a Debrecen edzője Berényi Sándor. Busz Iván csapattársa lesz többek között a nyíregyházi nevelésű Polyák László és Kósa Tamás is. Az Egyetemisták és Főiskolások világjátéka augusztus 19-től 30-áig tart a tájvani Taipeiben. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 33 kerékpárt adott át adományként kárpátaljai rászoruló családoknak a magyar-máltai szeretett szolgálat Berek Surányban. A használt, de jó állapotban lévő karbantartott kerékpárokat egy németországi egyesület gyűjtötte össze, és a máltaiak segítségével jutott el a családokhoz, akik a bicikliket a napi közlekedéshez használják majd. Belterületi kerékpárút épül Kállósemjénben. A település a TOP programból mintegy 356 millió forintot nyert el a beruházásra. Kállósemjén főutcáján a Kossuth úton épül meg a mintegy 2,6 kilométeres szakasz, ami csatlakozik és bekapcsolódik a Nagykelló Kállósemjén Mária Pócs Nyírbátor kerékpárút hálózatba. Pincetüzet oltottak és kerékpáros gázolásban sérültet mentettek a tűzoltók Nyíregyháza kőlaposon. Ma tartották a megyei szakmai tűzoltóversenyt. A legjobbak a 14. országos tűzoltóversenyen képviselhetik Szabolcs-Szatmár Bereg megyét. A komplex feladatsorokkal a csapat és egyéni teljesítményeket is mérték. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 6-án csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk záporokkal. A Kárpát-medence fölé egyre melegebb, labilis légállapotú levegő érkezik, melyben kedvezőek a feltételek a záporos csapadék kialakulásához. Reggelig időnként megnövekszik a felhőzet, helyenként előfordulhat zápor eső zivatar. A szél csak zivatarok környezetében erősödik meg, reggelre általában 13 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte többnyire kevés felhő várható, majd erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk. Több helyen előfordulhat zápor, eső, zivatar, néhol felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. Zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos széllökések is lehetnek. Délutára 28 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti jellegű hatás van térségünkben. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. A következő napokban általában több órás napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel.
A hétvégén helyenként, a jövő hét első napjaiban elszórtan valószínű zápor, zivatar. Meleg nyári időre kánikulára van kilátás. A maximum hőmérséklet hétfőn kedden néhol a 35 fokot is elérheti. Szerdán egy hidegfront felhőzetéből több helyen is számítani kell záporesőre, zivatarra, és néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet.